Sziasztok! Ugye a kisméretű szabadidőautók abszolút slágerterméknek számítanak jelenleg a piacon, és ugye ez a prémium márkáknál is jellemző. Ugye mind a három nagy német prémium képviselteti magát ebben a szegmensben. Ugye, és ez itt pont egy BMW X1, aminek ez ugye a harmadik generációja. Ugye az első BMW X1-es, az még az E-szériára alapult, utána lett egy F-széria, és ez itt most az U-széria, tehát az U11-es. Kódjelű autó. Ugye az egész autó nőtt, tehát egy magasabb is lett, szélesebb is lett, hosszabb is lett, így pontosan 4,5 méter hosszú, ami már alapvetően egy elég nagy autót hoz, és ehhez hozzátartozik egy majdnem 3 méteres tengelytáv is. Amint látjuk, ugye itt a hátulja az tök érdekes, hiszen ha emlékeztek az XM koncepció autóra, akkor ahhoz nagyon-nagyon hasonló hátsó lámpa kiképzést kapott, ez ugye az opcionális drágább 3D-s lámpa. Nagyon hasonló lett itt a tetővonal is, ez a spoiler is meglehetősen, ugye emlékeztet az XM koncepcióra, egy kicsit kisebb maga a hátsó ablak. Alul van, hát, diffúzorféle, ugye ilyen kipufogóra emlékeztető betét, de nézzük még ezt el, ugye ez az M-sport felszereltség, tehát ez egy kicsit sportosabb kinézetű modell. Ha megyünk tovább az autó oldalán, ugye nyilván egy 4,5 méteres kis méretű SUV, vagy ahogy a BMW hívja SAV, az ugye alapvetően már nem számít kicsi autónak. Ez még ugye klasszik benzines, tehát nem töltőnyílás, hanem benzinbe töltőnyílás van. Megvan a klasszikus BMW övvonal, megkapta a 4-es szériában bemutatkozó kilincseket, ami már ugye nem ez a benyúlós, hanem így kicsit alulról kell benyúlni és kinyitni. Természetesen BMW-s tükrök vannak rajta, ezen is egy kis ilyen aerókiképzés van, itt nincsenek M-tükrök, ezek csak sima standard tükrök. Egy nagyon-nagyon szép individuál fényezés van egyébként ezen az autón. Ugye ez most a téli kerékszettje, ami 18 colos. 18 colos, hát azért megnézhetjük, a 18-as gumi az milyen picinek tűnik egy ekkora autón. Elől ledes fényszórók, természetesen az újfajta menetfényel, amik ugye már nem alulra nyúlnak be, hanem így fölfele vannak ezek az Angel Eye-ból megmaradt fények. Itt van igazi légbeömlő, és hát talán a BMW-k mostanában a legmegosztóbb része. Ezen még talán szolidabb méretű, de egy viszonylag nagy hűtőrács, aminek egyébként van egy tök jó trükkje, hogy itt van mögött ilyen kis zsaluk, ami ha a motornak hűtésre van szüksége, akkor kinyílik, egyébként pedig becsukódik, és ezzel a kategóriájának a legjobb közegállási együtthatója van az X1-esben. Az X1-es a kategóriájában is kiemelkedő hátsó csomagtartót kapott, hiszen ez már az X-Drive változatban is 500 liter, a sima első kerékhajtásúban pedig 540 liter. Egy jó nagy hasába alakú csomagtartónk van, oldalt kis tárolóra keszekkel, hálóval, 12 voltos csatlakozóval, lefogatókampókkal, és még itt is van egy plusz kis rekeszünk, ahova tudunk pakolni. Talán az egyik szépséghibája, hogy a kalaptartót, hogyha kivesszük, nem tudjuk betenni a padló alá, de akkor esetleg otthon hagyjuk, az üléseket ugye le tudjuk dönteni, és akkor egy jó nagy hasába alakú pakolóteret kapunk, ami miatt ugye az SUV-kat nagyon sokan szeretik. Természetesen elektromosan csukódik le, és a lökhárító alatt lehet kalimpálni, és akkor kinyílik, már mikor éppen olyan kedvük van. Az X1 első ülése is, ugye az M-sport kivitel lévén, azok az opcionális sportülések, amik egyrészt nagyon-nagyon jól néznek ki, másrészt pedig iszonyatosan kényelmesek, és nagyon jó oldaltartást biztosítanak. Ugye állítható teljesen elektromosan a háttámla, a combtámasz is ott van hozzá, és ugye teljesen nyilván a döntése és a magassága is állítható. Középen van egy felnyitható könyöklőnk, ugye ott van az előválasztó a sebességváltónak, hangerőgomb, sajnos én amint kicsit hiányolok belőle az, hogy az iDrive-nak a kezelője, az a tekerő, az kimaradt, de egyébként egy nagyon jól kinéző, nagyon igényes, és ez a légiesség, ez nagyon könnyebbé teszi az utasteret. Nyilván megkaptuk a legújabb BMW-khez ezt a görbített, hatalmas
navigációs rendszert, és ugye a teljesen digitális műszerfalat, ez ugye 12-12 szoros mind a kettő, és ugye az új M-Sport kormány. Ez az X1-es ugye teljesen benzines hajtást kapott, tehát nem plug-in hibrid, hanem csak egy sima mild hibrid kivitel. Ugye ez a 2 literes B48-as motor van benne, természetesen ugye ebbe keresztben, hiszen ez az UKL platformra épül. Ez a motor amúgy 218 lóerő, és csak simán a motor az ugye 320 Nm, és ehhez van kapcsolva egy 48 voltos plusz elektromotor, ami még 55 Nm tud, így a rendszer teljesítmény az 360 Nm lesz, és ugye ezt nyilván egy X-Drive összkerékhajtáson keresztül juttatja el a kerekekhez. Amúgy a motortér az hát viszonylag le van burkolva, jó minőségű burkolatok vannak, csendes, ide is jutott egy kis zajszigetelés, és nyilván BMW-hez képest jól néz ki. Miután egy ekkora autó már teljesen jól használható, akár első számú családi autóként, azért láthatjuk, hogy az X1-esben tök nagy hátsó lábterünk van. Ugye a lábtér bőséges, fejtér van, hiszen nem annyira csapódik a tető. Van itt középen egy kis könyöklőnk, amit ugye ki is nyitok. Van itt egy sima könyöklő, pohártartóval. Az ülések azok 40-20-40 arányban dönthetők, tehát itt ezt a középső ülést ezt le tudom dönteni akár teljesen, ugye akkor síelő cuccot be tudok tenni. Van hátul két légbefúvónk, két USB-C csatlakozónk, kis ülésrebek vannak itt hálóból mind a két ülésen, tehát nem spóroltak a BMW-n, és nyilván ez az opciós M-Sport ülések, ezek itt hátul is megvannak. Ugye itt középen ilyen alkantara-szerű kárpit, két oldalt pedig ugye bőr. Ami az X1-esnek nagy trükkje, hogy mivel szélesebb lett az autó, így hátul akár három felnőtt is el tud utazni. Nyilván egy picit a válluk össze fog érni, de méreteihez képest én azt gondolom, hogy nagyon jó és praktikus hátsó tér van az autóban. Ez nagyon jól sikerült az X1-ben, itt az a dupla varrás, ugye gyönyörűen egyenes, nagyon jó az a kék cérna benne, ott van a harmankardon hifinek ez a nagyon jól kialakított fém hangszórórácsa, hogyha így tovább nézzük, nagyon szépen integrálták a légrostélyokat magába a műszerfalba, itt alatta van egy kis hangulatvilágítás, ami az ajtóig kifut, itt ez a fém, ez az alumínium hatású burkolat is nagyon feldobja, ugye ide beintegrálták a középső légrostét, ami nekem kicsit hiányzik, hogy a klímapanel az ugye ide került föl az iDrive felületére. Ez egyébként nem rossz, mert viszonylag könnyen elérhető, itt le tudjuk támasztani a kezünket, de akkor is többet kell nézni, mint egy csavaros kapcsolónál. Maga az iDrive egyébként szerintem nagyon jól működik, tök gyorsan reagál, könnyű kezelni, van benne navigáció, tulajdonképpen minden, ami szükséges lehet, rengeteg beállítás van az autóhoz is, akár vezetéstámogató rendszerek, akár bármi más, ugye itt van a kis menünk. Itt ez szerintem, hogy ilyen sok pici ikon, ez nem olyan célszerű. Természetesen Apple CarPlay-t és Android autót is tud vezeték nélkül. Az autónak itt van egy csomó beállítása. Ugye vannak értékek, és ugye 8,6 literes fogyasztást ír most tankolástól, amiben azért viszonylag sok állás benne van. Járműállapot, ajtók, ablakok, tulajdonképpen mindent személyre tudunk szabni. Ugye itt középen van egy My Modes funkció, ami tulajdonképpen az a vezetéstámogató rendszereket gondolták egy picit újra. Van egy ilyen Personal, van Sport, van Efficient, van Expressive, és van egy ilyen Digital Art. Ez tulajdonképpen mindegyik egy különböző hangzással, különböző élménnyel próbálja a vezetést szimbolizálni. Az X1-ben bemutatkozott ez az újfajta BMW sportkormány, ami ugye itt oldalt, ez az úgymond olcsóbb verzió, tehát itt nem érintésérzékeny felületek vannak, hanem fizikai gombok. Ellenben funkcióban és minden másban megvan ugyanaz a funkcionalitás, mint a drágább, úgymond prémiumabb, tehát felsőbb kategóriás BMW-kben található. Középen egy kicsit nekem furi ez a légzsák kialakítás, olyan picit búszívási körült. Itt oldalt pedig választható a tempomat, ugye a sebességszabályozó, vagy pedig ez az Assisted Driving mód, ami tulajdonképpen sávot tart, sávot tud nekünk váltani autópályán, és egyéb dolgok. Ami szerintem egy picit hiba a rendszerben, hogyha az adaptív tempomatnak a gomb, tehát a távolságát akarom beállítani, akkor azt itt nem tudom egy gombbal, hanem be kell lépnem egy menübe,
ott ki kell választanom egy vezetéstámogató rendszereket, aztán utána ott be kell mennem ott is még egy menübe, és akkor ott azon még egy menün belül tudom állítani azt, hogy milyen távolságot tartson az autótól. Nem tudom, hogy ez miért nem maradhatott egy gomb, mint régebben volt, egy picit szerintem ez baklövés a rendszer részéről. Az X1-es a többi BMW-hez hasonlóan nyilván arra van kitalálva, hogy a lehető legjobb vezetési élményt adja, még ugye ebben a kicsi SUV kategóriában is. Ami ugye szerintem ezzel a futóművel, ezzel a platformmal viszonylag elég könnyen kihozható belőle, hiszen már a Mini Countrymanben is ugye ez a padlólemez található, és az X1-ben is ugye ez került bele. Az M-Sport kivitel, tehát az M-Sport felszereltséghez ugye jár egy kicsit sportosabb futómű, hangolás nyilván egy picit a lejjebbül az autó, ez egész kicsit dinamikusabbra van hangolva, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól áll az autónak. Másrészt pedig sikerült megtalálni azt a fajta kompromisszumot a sportosság és a kényelem közt, amitől igazán BMW-s lesz ennek az autónak a vezetési élménye is. A váltó az ugye a BMW-kben még ez a klasszikus ZF automata váltó van, ami ugye hagyományos automata váltó. Ez ugye azt jelenti, hogy nem két kuplungos, vagy nem CVT, hanem ez a klasszikus, viszont a váltási idő az nagyon-nagyon gyors, nagyon kényelmes, abszolút nincs már meg ez a késés benne, és ugye 7 sebességes automatáról beszélünk, tehát hogy viszonylag sok fokozat közül tud az autó választani, mikor vezetjük. Ugye az hajtása, ugye az, tehát hogy az X1-es esetében ez a platform, ez ugye alapvetően elsőkerekes vagy, ugye X-Drive modell érhető el. Ugye első kerekesben egy picit nagyobb a csomagtér, ugye az X-Drive az viszont ugye úgy van hangolva, hogy 50-50%-ban hajtsod elől és hátul. A motor az ugye a B48-as, ugye moduláris blokk, ami a BMW-ből már ismerhet. És ugye ez a blokk ebben az esetben, ugye ez a 23i kivitel, ez 218 lóerő, és 360 Nm-t tud leadni, nyilván ez a mild hybrid ráhajtásnak köszönhetően. Én azt gondolom, hogy egy ekkora méretű autóhoz ez a 218 lóerő az bőségesen elég. Nyilván hogy az autó végsebessége az 233 km/h, ami elektromosan van limitálva, és a gyorsulás az pedig a gyári adat szerint 7,1 másodperc 100-ra, mért adatok alapján ez inkább ilyen 6,6-6,7 körül, ami már azért egy olyan mértékű dinamikát ad az autónak, amivel igazából nem nagyon kell. Tehát nem nagyon lesz olyan helyzet, amikor azt gondoljuk, hogy hú, mennyire kéne bele még több erő. Ennek a moduláris platformnak, ugye az a, tehát moduláris motor építésnek ugye az a előnye, hogy nagyon-nagyon sok BMW-be került már bele ez a B48-as, ez ugye hármasokban is benne van, ugye az a 20i, 30i is, mint B48. Ez elég nagy tartalék van ebben a motorban. Ez a 218 lóerős hajtás, én úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag könnyeden tudja ezt az egész motor ezt leadni, vagyis kevés terhelés alatt lesz szinte folyamatosan. Az újfajta műszerfal is ugye már nem azt írja ki, hogy a fordulatszám hogy áll, hanem hogy mekkora erőt használunk, és nagyjából egyébként ilyen átlagvezetés mellett az 50%-át se használjuk ki ugye ennek a motornak. Persze nyilván szükség esetén ott van az a teljesítmény tartalék, ami egy kicsit talán ilyen biztonságot is sugall. A kormányzás az talán nekem egy picit olyan nagyon mű, nyilván van benne súly meg ilyesmi, de visszajelzés az sokat nem ad az útról. BMW-hez képest szerintem ez egy picit valahogy gyengébbre sikerült, hogy a hármasnak vagy ilyesmiknek sokkal jobban lehet érezni azt, hogy mi történik az első kerékkel. Amúgy viszont nem egy rossz autó, tehát én azt gondolom, hogy nyilván egy X1-es az mindig is a kategóriának
úgymond az erősebbik fele volt. Én azt gondolom, hogy a három nagy német közül ebben a méretosztályban, ugye ez a Q3-as GLA méretosztály, hogy talán az X1-es az egyik ilyen igazán kiemelkedő, főleg egyébként a vezetési élménnyel, másrészt pedig, hogy azért, mert nagyon-nagyon jól összeszerelt, tehát összeszerelési minőségben ez az X1, ez sokkal szolidabbnak tűnik így az egész minősége, mint mondjuk egy Audi Q3, vagy egy Mercedes GLA. És valahogy úgy az anyagminőség is. Nyilván itt térd alatt itt már elég kemény anyagok vannak, de alapvetően itt ezek a varrások, itt az ajtón, a műszerfalon, a középkonzolon, mindegyik sokkal jobb érzést adnak rá, és sokkal közelebb van szerintem az i3-ashoz, mint például az előző széria volt, és ez nagyon-nagyon jól áll neki. Ami pedig ugye még nagy előnye ennek a hajtásnak, ugye, hogy ez összkerék hajtással is ilyen 8-7,5 literes fogyasztást tud benzinesként, ami szerintem egy elég jó érték. Nyilván fogyasztásban valószínűleg egy 20D vagy egy 23D az kevesebbet fog tudni, viszont ugye azok alapvetően dízelek, és mostanában nem divat szeretni a dízeleket, bár én azt gondolom, hogy mindig hosszú távra a lehető legjobb hajtásrendszer. És ugye ezzel az X1-essel, ezzel a generációváltással jött be az X1-es teljesen elektromos hajtása, hiszen plug-in hibrid már korábban is elérhető volt, ez ugye megmaradt ebben a szériában is, viszont megjelent a teljesen elektromos iX1, amivel, hogyha minden igaz, akkor hamarosan azt is tesztelni fogjuk tudni. És arra még nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hiszen ez a 23i, ez tényleg most jelenleg a legerősebb, ami kapható X1-ből, én azt gondolom, hogy egy nagyon jól kiegyensúlyozott hajtás hozzá, sőt, már talán egy 20i is bőségesen elég tud lenni, viszont, hogy tényleg szeretünk egy kicsit sportosabban vezetni, szeretjük azt, hogyha van teljesítménytartalék, akkor így ezzel az M-pakettel, ezzel a Harman Kardon hifivel tényleg szinte tökéletes akár családi autónak is, hiszen 5 személy is kényelmesen el tud benne utazni, jó nagy csomagtartónk van, akár tetőboxot is föl tudunk tenni, ugye itt ebben van egy jó nagy panorámatető, tehát hogy az egész autó nagyon-nagyon egyben van. Az X1-es természetesen 2022-ben, ahogy egy prémium kategóriás autóhoz illik, alaposan meg van kapolva vezetéstámogató rendszerekkel. Ugye egyrészt van benne ez az Assisted Driving funkció, ami egyrészt tartja a előttünk lévő autóhoz képest a távolságot, hogy egy tempótól függően automatikusan meghatározza. Itt attól függ, hogy van három beállítás, a közepén, közepes és a távoli, ez az a saját referenciák, viszont a tempóhoz igazítva tartja a távolságot, tehát nem egy fix távolságot tart az előttünk lévő autóhoz. Sávban tartja az autót és 80 km-ben van a fölött, hogyha kitesszük az indexet, akkor autópályán nekünk sávot is vált az autó. Van benne oltérfigyelő rendszer, megvan ez a ráfutásgátló rendszer, rengeteg egyéb ugye éberségfigyelő, azt is figyeli, hogy a sebesség, tehát a táblát, milyen sebességet tesznek lehetővé. Ez pedig be lehet látni, hogy akár automatikusan az autó az a limiter funkciójával át is vegye, vagy egy nyilván az adaptív tempomat is képes ezt átvenni. És rengeteg olyan kényelmi extra van benne, ami tényleg nagyon jó. Egyrészt az, hogy be van állítva a tempomat, hogy is jön egy nagyobb kanyar, akkor az autó automatikusan tudja csökkenteni a saját sebességét. Ezáltal pedig ugye a kanyarodást elősegíti, tehát nem kell végbelépni, hanem hagyjuk a tempomatot, és megyünk vele. Most már ugye nem az van, hogy normál, sport, eco, stb., hanem ilyen különböző fantázia neveket kaptak. És ezekhez a különböző fantázia nevekhez különböző hangulatok társulnak. Egyrészt itt az előttem lévő kijelző megváltozik, másrészt pedig az autónak a hangja, tehát egy maga a motorhang, maga az, hogy hogyan érződik az autó, tehát próbál egy érzést átadni a különböző hangulatokkal, vezetési módokkal, és ez most egy picit ilyen egyedi, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó megoldás. Már alapvetően én inkább egy ilyen efficient, vagyis pedig personal módban használtam az autót, de például a sport módban, vagy ebben az expressive módban, vagy ebben a digital artban, egy tök más feeling ebben az egész autó, és igazából pontosan egy nehéz ezt megfogalmazni, hogy mitől más, de ha vezetjük, akkor úgy érezzük a kormányzást, érezzük azt, hogy a hajtás hogyan működik, és tényleg jó érzést vezetni.
Ez volt a legkisebb BMW SUV, az X1-esnek a bemutatója. Én remélem, hogy tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még szeretnétek ilyen videókat nézni, nyomjatok erre egy lájkot, és hamarosan jelentkezem a következő teszttel. Sziasztok! It sound right, boy.